Kis behatoláson vagy testnyíláson át vezetnek egy optikai eszközt a belső szervek felé. Így néz ki az endoszkópos, jelen esetben laparoszkópos sebészet. Egyre több betegség ilyenfajta műtétje érhető el térségünkben is, hangzott el a Józsa András Oktatókórházban a tápcsatorna daganatainak laparoszkópos sebészete című nemzetközi tudományos ülésen. Ugye a tápcsatorna daganatai az emésztőrendszer egészére vonatkoznak, és hát tudjuk azt, hogy milyen alattomos betegség ez a daganatos elváltozások, mind a gyomor, mind a bél vonatkozásába. Nagyon sok esetben későn kerül fölfedezésre. Amennyiben fölfedezésre kerül, akkor pedig hát nagyon sokszor nagyon heroikus műtétet kell végezni. Mai technikával már, hála Istennek, és ez a mai kongresszus is erről szól tulajdonképpen, hogy egy nagyon komoly előrelépés történt az endoszkópia területén, az endoszkópos sebészetnek a területén. Az elmúlt években rendszeresen szerveztek laparoszkópos továbbképző konferenciákat Nyíregyházán, mondta a Józsa András Oktatókórház általános sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa. Tóth Lajos Barna hozzátette, egyre több az emésztőszervi daganatos hazánkban. Az emésztőszervi daganatok sajnos vezető halálokok között vannak Magyarországon és a világ többi országában. A vastagbéldaganatok és a gyomorrákok, amiről ugye ez a kongresszus is szól, ezek magyarországi viszonylatban is a harmadik, negyedik halálozási statisztikát mutatják. Az egészségügyi rendezvényen több magyar és egy angol sebész tartott előadást, valamint bemutató műtéteket is végeztek, azok videó kivetítéseit is megtekintették a konferenciára érkezők. A rendezvényen vastag és végbéldaganatos betegeket, illetve gyomorrákos betegeket operáltak.